Na sziasztok, újra itt vagyunk a City Skyline Snowfallban. Itt a kis városunk, ami elérte a 871 lakos lélekszámát. És most igazából azon gondolkozom, hogy mit csinálhatunk. Ugye egyenlegünk még eléggé mínuszban van. Jó lenne, hogyha ez ők itt fejlődnének, és sokkal több lakos lenne. Megnézhetjük mondjuk a térképeket, hogy mégis hogy állunk. Szerintem az áramot én átalakítom úgy, hogy ide jöjjön. Inkább ide bekötjük innen ide most egyelőre. Oké. Oho! Ohohohoho! A fogyasztás megugrott. Úgyhogy egy picit ráturbózunk. Na, visszaugrott 89%-ra. Oké, a víz az rendben van, sőt olyannyira, hogy a víz akár le is vehetnénk, hogy ne költsünk rá annyit felesleges. Nézzük! 20%-ról 49, még az is sok. Mármint, hogy kevés, értitek? Na, 64, jó. Ebbe kiegyezhetünk. Némileg kevesebbet költünk rá. Ez azért jobban hangzik. Az igazság, hogy ezt eljátszhatnánk oktatással is. Mert ha megnézzük, hány diák van. Egy kis bug, de hogy elvileg 107 diák van. Akkor minek tartsunk fönt 300 helyet? Ugyebár. Tartsunk fönt. 132 helyet? Na jó, nem, az azért kicsit durva. Azt nagyon hamar elérik, de itt félúton 200 hely körül. Na, ez tök jó. Majd figyelünk rá, de egyébként itt láttuk 51%. Úgyhogy teljesen jó. Na, oké, és már csak 37 mínuszba vagyunk. A szeméttel nincs gond. Még ebből nem akarok lejjebb venni, tehát annyi kukás autó járjon, amennyire kell, azzal nincs gond. Boldogság, tűz. Ég a ház, tűzoltókat kérünk. Jó lenne azért több infót megtudni, hogy mivel lehetne őket segíteni. Na nézzük tovább, minden esetre a szél az nem érdekes. Bölt kár az egész jó. Hoppá, jaj. Na, nem akartam el állítani. Jó, közlekedésre semmi gond egyelőre, de hát még persze kevesen vagyunk. Hát itt van egy nagyobb szennyezés, de hát azért vannak itt az üzleti részek, hogy azok nyeljék el a szennyezést. Ugye a hang, az itt megint csak az üzleti, meg a gyár részen, itt meg azért vannak a közszolgált épületek, hogy a lakóházakra minél kevesebb zajszennyezés jusson. Itt egy picit már kisebb a... Aha. Oda nem fér el mi. Akkor telepítsük át ide. Jó, hát most boldogság meg szomorúság hullám tört át. Lehet. Picit változtatni kéne rajta. Pedig úgy, hogy ezt áthelyezzük ide. Ezt áthelyezzük ide. Ezt meg vissza. Ide. És akkor talán még ugyanolyan jók vagyunk. De a tűzoltóságnak egy picit jobb a lefedettsége. Oké, bűnözéssel semmi gond. Outside connection. Ez az import-export. A resource az most nem érdekes. Szabadidő. Na, ez a következő, amire picit rá kell gyúrni. Hogy legyen hova menjünk, ja, de még nem lehet, amíg nincsen meg a
mennyi lakos. Igen, 1300. Úgyhogy addig most igazából várunk. És jó lenne, ha minél hamarabb elérnénk, azért az... Miért is vagyunk most ekkora mínuszban hirtelen? Semmi újat nem tettem le, az előbb mínusz 37 volt. Ez érdekes. Na minden esetre. Azon gondolkozom, hogy még nyugodtan letehetnénk ide házakat. Az fog kell lenni. Úgyhogy elkezdünk tovább építkezni itt. Jó. Ezt nem tudjuk jobban. Rögtön jönnek is a területfoglalók. Van itt pénz, kérem szépen. Új építésű házakra mindenféle állami hitellel tudunk szolgálni. Mit nekünk 10 millió forintok, simán adunk bárkinek. Hé, ez fordítva megy. Ez miért jött be és ment ki? Eltévesztette az utat, vagy mi van? Na jó. Oké. Még elképzelhető, hogy itt ezt a részt is be kell építeni. Az, hogy legyen megfelelő számú lakosunk. Ho-ho-ho-ho-ho. Na, áram. Kezdődik. Na, adjunk még neki kakaót. Aha, és a víz is. Ezt is picit állítjuk. Egy picit följebb, és az elég is lesz jó időre. Egyszerű. 94%, 96, ó, már megint. Azt hiszem eljött az idő, hogy építsük, megépítsük a második erőművünket. Úgy. És persze ennek fejében visszább veszünk. Nézzük, 60. 60, jó lesz ez. Úgyis. Ja, a hótakarítás. Valóban. El kéne takarítani a havat. Úgyhogy építsünk hótakarító munkás. Aha, van itt gond. Na, megint egy irányú takkal sikerült operálnom. Ja. Érdekes. Nem tűnt fel. Szegények. Tudtak munkába menni a gyárban dolgozók. Csak gyalog. Na, most már megyünk is arra a nagy kamionok. Jó. Eltakarítás. Gyerünk ide. Ha ezt ide építem, az ugye az egészet lefedi. Nagyon jó. Aucs. Jó sokba került. Hopp, neki víz kell. Oké. Na, ennyi elég, hogyha az egyik sarka kap vizet. Elég. Igen, itt viszont... Ezt meg kell építeni megint csak. Úgyni. Na. Hát akkor jöhet a következő
épület sor 23%-a munkanélküli. Hát de hát itt egy csomó hely. Nem. Nem, nincs sok hely. Azt csak én gondoltam, hogy van sok hely. Gyárakat kell, gyárakat építeni, de sürgősen. Jó. Hát akkor már... Ha már így van. Egyelőre. Visszahúzzuk. Na, hogy van? Így. Külső részen. Úgyni. Jó. Hát itt, amennyit lehet használni ki. Úgyni. A üzletiből még nagyon nem kell. Nagyon jó, mindjárt dőlni fog a pénz. És az lesz a gond. Ennek a lefedettsége. Szerintem egyre jobban romlik itt ezen a részen. Még szerintem egy utcányit elbír. Úgyhogy ide még egy utcán. Hátul is lehet menni munkába. Hop, 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 nem. Isten ments, hogy oda gyárakat tegyünk. Mérgesek lesznek az emberek. Jó. Na. Ezzel meg is lesz az a létszám, az 1400 fő, amivel megnyílik az újabb állok. Lehetőségek. Ez az. 1300. Jó. Ó, jöhet a főiskola, vagy a középiskola, gimnázium. Oké. Parkokat akarok építeni kezdetnek. Na, lássuk, mik vannak itt. Itt vannak a biciklis utak, na ez jó lesz. Piknik. Ez nagy. 160-ba kerül hetente. Aha, persze, tudod kinek. 40. Ez jó, csak nagy. Azt mondja, ez 8-ba kerül, egy kis park, hát ez is mekkora már kis park, és akkora, mint egy lakótömböm. Király. Itt van ilyen hóemberes park, na ez jó pici. Jó pici, jó nagy a izéje, hatótávolsága, ez tetszetős. Ja, és mennyi a kapacitása? 150, viszont ez vizet is fogyaszt. A hóembereket, nem tudom, locsolják. Oké. Na ez is jó. Ez mibe kerül? 32. Na például ilyen, ilyet is lehet tenni. Lehet, hogy majd alulra ilyeneket teszek. Oké. Okay. Egy kis játszótér. 16 kiló van, szerintem addig mehet. És ez kerül 24-be. Ez is tök jó. Na, lehet izélni, lehet variálni a dolgokat. Ó, van még itt azért. Ez túl nagy. Na, ez ilyen kis, nem tudom micsoda. 64-be kerül ez. Na, ez se nagy. Kutyasétel, kutyapark. 5000-be kerül. Oké, nem, picit várok, amíg ezt kitalálom, hogy milyen játszóteret építsek. 80 a fenntartása, ennek 40. Ó, ez de jó pici. Sky Lodge. Jó ez.
32 hetente. Na ez meg ilyen korcsolya pálya. Ezt miért nem lehet elforgatni? Out of city limit, ja. Lehet forgatni? Billentyűzetről? Ez például érdekelne. Ó, hát vannak itt még bőven. Ezt mondja, hogy ha már téli témánál vagyunk, akkor ilyen téli dolgokat fogok letenni. Ez jó, na ez kell majd. Ez nagy. Ez mi? Ez ilyen jégszoborpark. Izgalmasan hangzik, erre meg nincs pénzem. Na, ilyen kis tűz. Ez is jó. Á, nem túl nagy. Jó, na, tegyünk le egy párat. A boldogságukat növeljük a lakosainknak. Leteszünk ide. Tegyünk le egy ilyet. Mondjuk ide. Úgy. Akkor. A Sky Lodge 3000-be kerül. Na és akkor ide ezekre a köztes részekre fogok letenni. Úgy. És ilyet meg ide. Úgy. Na lássuk. Ó, sokkal jobban fest. Hopp, ott nincs víz. Már pedig minden valamire való parknak szüksége van vízre. Neki is, szerintem. Jó, itt fölfele is adunk vizet. Majd egy picit. Na, hogy gond legyen, ha bármit oda akarok tenni. Jó. Na, oké, ez az. Vissza ide. Ide kéne tenni még valamit. Hogy ott is boldogok legyenek az emberek. Ez olcsónak tűnik. Így. Nagyszerű. Na, király. Ezt egy picit odébb húzom. Mondjuk így. Ne legyetek szomorúak. Ott marad az. Csak áthelyeztük egy picit. Na, menjen az idő. Újni, jó. Na és akkor még itt is lehetne letenni egy-két dolgot. Ez viszont nem tudom mennyire van hatással, de ez túl nagy volt, ugye? Igen. De hogy boldogabbak lesznek talán tőle. Vagy tudja fene. De boldogabbak, úgyhogy akkor még teszünk le ilyet. Ilyet, ilyet. Nem ilyet nem tettünk, akkor ilyet. Ilyet is. Ilyen pályát, mert ilyet nem akarok. Jó, kész, ilyen lesz. Hova? Ide. Mondjuk. Eztek, ti is legyetek boldogak. Na. Oké, ez tetszetős. Na nézzük, hogy állunk. Ezer, oppá, itt már vannak csúnya nagy értékek. Oké, állítunk rajta egy kicsit több víz. Egy picit több energia. És mindjárt szépen vissza is ugrik. Jó. Na. Azt mondja, hogy mi az az érték, ami esetleg még itt nagy, magas. Nézzük csak, mi van a kórházzal. Szerintem át kéne helyezni. Át kéne helyezni ide. Jó. És akkor szerintem így tök jó. Lefedi az egész várost. Semmi gond. Jöhetne a főiskola, ami
24 ezerbe kerül. Kicsit durva. Na lássuk. Itt már a következő szintre lépnek. Ez már megint. Csak kéne, hogy még több iskolázott ember legyen, mert itt 10 iskolázatlan és 4 iskolázott van. Parkoknak örülnek. Mondjuk ezek az értékek, nem tudom konkrétan mit jelentenek, de a park az biztos jó, hogy ennyi van körülöttük. Na. Oké, ez itt tök jól működik. Teherautó. Ez mi? Ez a hajolat miért lassítottak le? Így véletlenszerűen van, aki megáll. Na mindegy, ehhez az épüljetek. Következő szintű ház. Még több lakos, még több pénz. Minden sokkal jobb lesz. Na. És akkor tulajdonképpen gyűjtünk egy kis pénzt. Még több ipari rész kellene, úgy látom. Sok a munkanélküli? Hol is van ez? Ennél? Aha. 145. Hát akkor ez most nincs, itt fölfele terjeszkedünk. A szép parkokat elrontjuk. Tulajdonképpen ideig kihúzhatjuk. Ja, és amit meg akarok csinálni, hát persze a biciklis utak. Na, kezdetnek, ide teszünk, meg ide. Jó, hoppá, ott mi van? Ja. Ugye ez már fölöslegessé vált igazából. Annyira beépítettük. Víz. És biztos energia is fog kelleni. Fűtőcsövek még nincsenek. Úgy. Hát akkor már ezeket is úgyis. Hamarosan. Ahogyni. Na gyerünk, van vizetek. Ez az. Jó. Na és akkor jöhet a... Aha, hát igen, csak akkor, amikben nem nagyon számoltam, ezokat ott kicsit elrontjuk, úgyhogy nem mindegyikben lesz biciklis út keresztbe. De... Ám bár, fene tudja. Még nincs akkora probléma a közlekedéssel, hogy én már biciklis utat tegyek be. Mindazonáltal, hogy az egy tök jó dolog, de mit írnak róla? Semmit. Semmi extra. Tudom. Na mindegy. Na, ennek mi értelme, hogy bejött és visszafordult és megy ki? Jó, nem egy irányú, csak azt néztem meg. Nagyon jó. Tulajdonképpen egyébként szerintem most jött el az idő, hogy ezt így hagyni kell szépen fejlődni, bár... Még addig lehet igazából fejleszteni, ameddig ezek a egységek itt elbírják. Nincs sok tanuló. Ezt mondja, hogy oké.
páciens. 0 per 100. Firefighting. Aha, 8 per 10, 6 per 20. Az még elég jó. Adunk egy kis pénzt a vízre. És még mindig itt vagyunk 76%-on, tehát nagyon sokat pumpál ez a egység egymagában. Jó. Ja, persze. Főiskola. Ezt akartam építeni, csak nem volt rá pénz első körben. Ez így nem. Akkor ide. Hú, ez nagyon gyenge. De rossz. Aha. Ki fog lakni a főiskola mellett? Na. Az általános iskolának sokkal erősebb a vonzás körzete, az a vicc. Na jó, hát akkor mese nincs sajnos itt. Rombolás árán lesz főiskola, vagy nem főiskola, még mindig csak középiskola. Nem örülök annyira neki, de mindegy. És itt miért olyan rosszak? Miért nem jártok iskolába? Kell még ipar. Ezt nagyon nyomják az emberek. Jó. És szerintem lassan a commercial rész is. Azt is ki kell terjeszteni. Itt hiányzik egy út. Úgy. Nagyon jó. 96%. Hoppá, kicsit megugrott a energiafogyasztás. Oké. Okay. Az iskolához idő kell, hogy hasson. 48 diák van. Összes. Oké, akkor egy picit lefaragunk a iskolának a költségvetéséből. Mondjuk éjszaka akár nullára is lehetne tenni, de ezt annyira nem. A parkok menjenek. Mire költünk sokat? Az áramra. Pff. Az útfenntartás. Kölcsönünk hogy áll? Látni valamit? Még 45 ezerrel tartozunk. Jó! Hát persze, ezt emelni kell. Ha! Nem ám az úgy van, hogy itt olcsón lehet lakni. Hol vagyunk még a 27%-os adótól? Szépen nő a bevételünk. Haha, erről van szó. Na és akkor tulajdonképpen... Ez itt egy önálló egységként teljesen jól el tud működni. Emellé tök nyugodtan építhetünk ennek a mintájára ide is egy hasonló kis körzetet. És akkor kapásból megduplázzuk a lakosainknak a számát. Úgyhogy ez lesz a következő részben. Tartsatok velem akkor is, addig is sziasztok!